A háború 1937 óta pusztította keleten, a japán invázióval Kínában. Európát 1939. szeptember 1-én érte el Lengyelország német megszállásával. Világméretűvé 1941. december 7-én vált, amikor japán repülők megtámadták az amerikai haditengerészeti bázist Pearl Harborban. Minden kontinenst érintett 6 hosszú éven át. 3 trillió dollárt emésztett fel mai pénzben mérve, és emberek millióinak életét követelte. Végül egy új korszak új fegyverével ért véget. Ez minden idők legnagyobb ember okozta eseményeinek története. Ezek az emberek a történelem részei voltak, szemtanúi a háború győzelmeinek és tragédiáinak. Kik voltak, akik meg tudták fizetni, és kik voltak, akik már nem? Egy birodalom árát. Az első epizódban Japán indokolatlan inváziója háborúba taszította Kínát, Európa pedig a konfliktus szélére került. Olaszországban Benito Mussolini behozta a fasizmust a politikai látómezőbe. Németországban a nemzeti szocialisták átvették a kormányzást, vezetőjük a Führer, Adolf Hitler pedig lerombolta a demokráciát. Európa két nagyhatalma, Franciaország és Anglia nem álltak készen egy új háborúra. Így engedtek a német igényeknek addig, míg a németek harciasan nem léptek fel a lengyelekkel szemben. Kijelentették, hogy míg Hitler vissza nem vonul, háború lesz. Hitler talán nem hitt nekik. Így nem vonult vissza. A furcsa háború. Mikor a német csapatok megszállták Lengyelországot, Hitler hatalomra jutásának első lépéseit indították el. 1933-tól 1939-ig sikerült mindent a fegyveres erők bevetése nélkül elérnie. De ez nem jelentette, hogy a német sereg nem állt készen a harcra. 1936. július 17-én durva polgárháború tört ki Spanyolországban. Az ősi királyság, a világ egykori legerősebb birodalma és csomópontja hanyatlóban volt. A baloldal felemelkedése és a hatékony, népszerű frontkormány kialakulása kihívást jelentett a hagyományos arisztokráciára alapuló hatalom, a hadsereg és az egyház számára egyaránt. A történelem a baloldalt republikánusnak, a jobboldali erőket pedig nacionalistának nevezi. Három szörnyű éven át küzdöttek. A republikánusok a Szovjetuniótól kaptak támogatást és külföldi önkéntesektől a nemzetközi brigádokban. A nacionalisták Francisco Franco tábornokkal az élükön az olaszoktól és a németektől egyaránt kaptak katonai segítséget. Hermann Göring birodalmi marsall, a Luftwaffe, a német légierő vezetője meglátta a lehetőséget a fiatal pilóták képzésében. Von Richenau tábornok, aki Lengyelországban és Oroszországban vezette seregeit, azt mondta, 2 év a seregben többet ér 10 év békeidőbeli képzésnél a még éretlen Wehrmacht számára. Barcelona 1939. januárjában elesett Franco ellenében. Februárban a rezsimet Anglia és Franciaország is elismerte.
Hitler üdvözölte a győztes katonákat, tengerészeket és pilótákat, gondolatait pedig következő lépése felé fordította, az ezeréves birodalom felé. Hitler szövetségese Benito Mussolini, az olasz Duce szintén vérbe borította csapatait Spanyolországban. Türelmetlenül bizonyítani akarta értékességét a fasiszta szövetségnek és pozícióját is magasrangú vezetőként. Olaszországban ő már hatalmon volt 10 évvel Hitler felemelkedése előtt. Mussolini volt az első, aki további katonai akciót kezdeményezett. 1939. április 7-én megszállta Albániát, Európa akkori és jelenlegi legszegényebb országát. Az akció 5 napig tartott. 100 000 katonája gyorsan legyőzte a 15 ezer fős albán sereget. Az albán parlament megszavazta az uniót Olaszországgal, fontos ellenőrzést adva ezzel Mussolini kezébe az Adria felett. A kis balkáni országot, Albániát, Olaszország nagypénteken megszállta, ami megrázta a világot. A részletek ismerősek, így nem szükséges megismételni, de Zogu király esküvője Geraldinéval furcsa élt ad a történetnek. A Balkánon és Görögországban a birodalom továbbépítésébe kezdtek. Mussolini annak érdekében, hogy megmentse olasz szövetségét a katasztrófától, Hitlerrel közösen veszélyes útra lépett a következő években. Hitler tekintete azonban egy sokkal magasabb célra szegeződött, mint az elszegényedett Albánia. A Führer politikai filozófiáját dokumentálták. Az 1923-as Mein Kampfon át az összes beszédéig összhang fedezhető fel. Hitler sosem beszélt arról, hogy nyugatra megy, hogy visszanyerje Elzászt és Lotaringiát. Sosem beszélt arról sem, hogy Svájc vagy Olaszország német nyelvű részeit begyűjti. Csak arról beszélt, hogy keletre megy. Ez volt a végzete. Ez volt Németország sorsa, kelet pedig Lengyelország, Ukrajna, Fehér Oroszország és Oroszország volt. Lengyelország szerencsétlenségére épp Oroszország és Németország között fekszik, így azok ütköző pontjává vált. Államként Lengyelország története a 10. századig tekint vissza, de önálló politikai közösségként megszűnt 1795-ben, és csupán az 1919-es béke megállapodások után tért vissza. A megállapodás alapján levált Németország területéből megfosztva jogaitól a német nyelvű közösségeket. Minden olyan kísérlet, amivel a földet vagy az embereket megragadhatta volna, gondot jelentett Hitler számára. A Szovjetunió vajon tétlenül várt? A forradalmi Oroszország területet vesztett a németekkel kötött 1918-as béke során. 1919-ben ez a terület lengyel lett, a visszaszerzésre tett kísérletek pedig kudarcba fulladtak. 1920-ban a lengyel erők leverték a szovjet inváziót. Az oroszok békét kértek, Hitler pedig azt feltételezte, a szovjetek erősebbek és jobban felszereltek, most bosszúra szomjazott, valamint a területre is. Mesteri diplomáciai tervvel Lengyelország felosztásával állt elő, és szövetséget kötött a Szovjetunióval. 1939. augusztus 20-án Hitler táviratot küldött a szovjet vezetőnek, Sztálinnak. Kedves Sztálin úr, kezdődött a levél, melyben egy szerződésre tett javaslatot. A választ a német kancellárnak, Adolf Hitlernek címezték, s benne a német külügyminiszter Moszkvába hívása szerepelt. Hitler erre azt mondta, a világ a zsebemben van. Jöjjön a hét legfőbb eseménye. Von Ribbentrop Berlint elhagyva Moszkva felé tart, hogy új érthetetlen fejezet kezdődjön a német diplomáciában. A meg nem támadási egyezmény a két külügyminiszterről, Molotovról és von Ribbentropról kapta nevét, és 10 évre szólt. Németország és a Szovjetunió 1939. augusztus 24-én írta alá. Lengyelország sorsa, és mint kiderült, a háború vagy béke kérdése szerepel a paktum titkos jegyzőkönyvében. Ez kimondja, hogy területi és politikai átrendeződések esetén a lengyel államhoz tartozó területeken a német és szovjet hatókörök vonalai, a Narev, a Visztula
és a San folyók mentén húzódnak. A független lengyel állam tartós fennmaradása a további politikai fejleményeken múlott. A tervek szerint Németország a Visztula vonalától nyugatra, a Szovjetunió a keletre eső részeket kapná. Michael Burley, brit történész, élénk leírást ad a politikai átrendeződésről. Lengyelországot keresztre feszítette két tolvaj. Az egyik tolvaj tisztán közölte lerohanási elvárásait. Augusztus 22-én Hitler azt üzente tábornokainak, küldjék a halálfejes egységeket azzal az utasítással, hogy kegyelem nélkül öljenek meg minden férfit, nőt és gyermeket, aki lengyel származású vagy anyanyelvű. Ahogy Hitler mondta, csak így juthatunk a szükséges élettérhez. Hitler az ördöggel cimborált, ám stratégiai szempontjai érthetőek voltak. Azonban miért kötött szerződést Sztálin egy fasiszta diktátorral, akiről tudvalevő volt, hogy megölte kommunista ellenfeleit? Sztálin azért írta alá a paktumot augusztus 24-én, mert az események meggyőzték arról, hogy kockázat nélkül csatlakozhat Lengyelország közömbösítéséhez. Hogy megértsük miért, figyelmünket egy távoli helyre kell irányítanunk, ahol a csatározásba a mongol lovasságot is bevonták, és teljes körű konfliktus fenyegetett. Mandzsúria határainál Kang Tai Kína korábbi uralkodója harcol. Vérontás a japán csapatok és a szovjet erők között. Mandzsúria 1931-es lerohanásával Japán megkétszerezte birodalma területét, és közvetlenül határossá vált a Szovjetunióval, ahol erős rendfenntartás mellett elhatározták, megállítják Oroszország terjedését a határ és végül Japán felé. Augusztus 20-án, 4 nappal a Molotov-Ribbentrop paktum előtt a Szovjetunió fényes győzelmet aratott a határon. A hely Kalkin Gol volt, a győztes tábornok pedig Georgi Zsukov. Klasszikus csata volt, történelmi jelentőségű. Az első, ahol a páncélosok bevetésének döntő szerepe volt. Zsukov gyalogságát a japán vonal közepéhez, az ellenség fő vonala ellen küldte. Páncélosait a szárnyvonal ellen vezényelte, hátulról bekerítve a japán csapatot. A későbbi légi és tüzérségi támadás során a japán sereg elpusztult, Sztálinnak pedig nem kellett tovább a keleti támadástól tartania. Szeptember 15-én tűzszüneti megállapodás született, 2 nappal azelőtt, hogy a Vörös Hadsereg megtámadta Lengyelországot. Ekkorra a német erők már 2 hete küzdöttek a lengyelekkel. Szeptember 1-én inváziót indítottak, megszokott módon a törvényesség iránti aggodalomra hivatkozva. A németek begyűjtöttek néhány német elítéltet. Lengyel egyenruhát adtak rájuk, majd az SS, a Schutzstaffel vagy a védelmi osztag lelőtte őket. Az így gyártott incidensben az elítéltek lengyel behatolóként szerepeltek, de valójában németek által megölt németekről volt szó. Hitler számára ez casus belli volt. Indíték a háborúra. szeptember 1-én a német légierő, a Luftwaffe, megtámadta a lengyel várost, Vilunt, és szétrombolta a város 3/4-ét. A történelemben ezt a napot tartják a II. Világháború kezdetének.
5 perccel a légitámadás után a német csatahajó, a Schleswig-Holstein tüzet nyitott a katonai tranzitraktárra, Advesta Plátára. 8 órakor pedig a német csapatok támadást kezdeményeztek Mokra városa mellett. Aznap később a németek megtámadták Lengyelország nyugati, déli és északi határait is. A légierő razziázott a lengyel városok fölött. Az ország védelme túlterhelté vált a 2500 kilométeres frontvonalon. A nyers erő háborúja köszöntött be. Hirtelen német bombázók jelentek meg. Nem hirdettek háborút. Onnan tudtuk csak, hogy a rádióban éjjel-nappal hallottuk a propagandát. Lengyelország háborúban állt. Másfél millió német katona, 67 légi és tengeri hadosztállyal rohanta le Lengyelországot. 3 szlovák hadosztály is támogatta a német támadást. Szlovákia német protektorátus lett Csehszlovákia annexióját követően. Mikor a szovjetek csatlakoztak a megszálláshoz, a teljes erő túllépte a 2 millió főt. A lengyel sereg azonban fele ekkora sem volt. 6000 repülőgép állt szemben a lengyelek 400 gépével. 2 héten belül már csak 60 működőképes lengyel gép maradt. Ami még lehengerlőbb volt, a megszállók 7500 tankot sorakoztattak fel. A lengyelek kevesebb, mint 900-at. A megszálló erők elárasztották a lengyel védelmet, amit Csehszlovákia korábbi német megszállása tett lehetővé. Ez volt az ugródeszka Lengyelországgal szemben. Továbbá a német tankok, repülők és tüzérség a kor haditechnikájának legmagasabb minőségét képviselték, ami szintén felbecsülhetetlen erőt képezett a háború során. A brit miniszterelnök Neville Chamberlain a müncheni válság alatt Lengyelországot óperenciás tengeren túli helynek nevezte, ahol olyan emberek laktak, akikről semmit sem tudtak. Ennek ellenére mégiscsak egy nemzet volt, amivel a szövetségeseknek foglalkozniuk kellett volna. Lengyelország bizonyára reménykedett abban, hogy a szövetségesek, akik megvédték, most beavatkoznak. Mindez egyértelműnek tűnt, mikor a brit külügyminiszter a híradóban felszólalt. A britek nem szegik meg a szavukat. Sokszor hallottuk már, hogy az előző háborút meg lehetett volna előzni, ha a brit kormány világossá teszi, hol áll. És most, hogy újra konfliktus szele érződik, a kormány lépéseket tesz, hogy megmutassa szemléletét nem csak a világnak, de különleges üzenetben Hitlernek is. A brit és francia ultimátum szeptember 2-án lejárt. Ám valami észrevétlen maradt az Atlanti-óceán túlsó felén, ami mégis rendkívüli jelentőséggel bírt. Azon a napon a leghíresebb tudós levelet írt az Egyesült Államok elnökének. Uram, írta. Fermivel és Szilárd Leóval közös munkánk során felfedeztük, hogy az uránium fontos energiaforrásá változtatható. Az új jelenség bombakészítéshez vezethet. Tudomásomra jutott, hogy Németország leállította az uránium eladását a csehszlovák bányákból, amelyeket elfoglalt. A levél írója aggódott, mert kutatásokra lett figyelmes a berlini Wilhelm császár intézetben. A levelet a tisztelettel Albert Einstein sor zárta. Egy nappal azután, hogy Einstein megírta levelét, amelyben megjósolta a világháború végét előidéző és a világot megváltoztató fegyvert, a francia-brit ultimátum lejárt. Londonban Neville Chamberlain a rádióhoz fordult.
Egyik vasárnap a kantinba rendeltek minket azzal, hogy a miniszterelnök bejelent valamit. Ő meg azt mondta, hadban állunk Németországgal. Furcsa, de nem vettük túl komolyan. Nem tudtuk, milyen a háború. Egy óra múlva pedig már a bulit szerveztük, meg az ebédet. Egyértelműen ez volt az első modern háború. Bármi és bárhol történt is, a hír szinte azonnal bejárta a világot a rádión keresztül. Hitler és propaganda minisztere Josef Goebbels jól tudták, hogy kell használni a rádiót és a mozit, ahol a híradások és filmek mind a birodalmat dicsőítették. Amerikában Roosevelt elnök a rádióra úgy tekintett, mint eszközre, amivel eljut az otthonokba. Ezért hetente műsort adott barátságos, nyugodt hangon. Kandalló melletti beszélgetéseknek nevezték. Chamberlain adásának estjén közel 1,5 millió nőt és gyereket költöztettek ki a brit városokból a biztonságosabbnak remélt vidékre. A háborúk során a civil lakosság bombákkal és mérgező gázokkal való fenyegetettsége végítélet mértékűre fokozódott. A kormány rengeteget költött a bombázókra, az emberek pedig mindenhol menedéket kerestek, vagy menedéket ástak. A britek 38 millió gázmaszkot osztottak szét, ami, mint kiderült, szükségtelen volt. A városok elsötétültek. A légitámadások állandósultak. Mindenki szinte várta, mikor hullanak bombák az égből. Minden ablakot leragasztottunk, redőnyök és rolók lehúzva, nem juthatott ki a fény. Az utcai világítást is leoltották, és a buszok is lekapcsolták a lámpájukat. Anglia és Franciaország hadat üzent Németországnak, Lengyelország védelme érdekében. Ám amikor 2 héttel később a Szovjetunió megtámadta a lengyeleket, senki sem szólt vagy tett semmit. Mivel az angoloknak és a franciáknak is nagy tengeren túli birodalma volt, a háború bejelentése kontinentálisból globálissá vált. Szerte a világon a gyarmatok és fennhatóságok vezetői hírt kaptak a háborúról, amelyben saját embereik automatikusan részt kellett, hogy vegyenek. Hűséget fogadtunk a királynak és a királynőnek, ami ma már nem érvényes. A mai világban demokratikus társadalom van, ami saját lábakon áll. De akkoriban a biztonság egyik eleme volt, hogy a brit birodalom tagja valaki. A háború borzalmai nem érintették meg a birodalmat azonnal. Lengyelország reménye a beavatkozásra szerte foszlott. Franciaország előre nyomult 8 kilométert a Szár vidéken, majd visszavonulót fújt. Anglia 13 tonna szórólapot dobott Németországra, amit konfetti háborúnak hívtak. 12 millió papírdarabban ajánlottak békét a német népnek, de ez minden, amit Nagy-Britannia tett, miközben Lengyelországot darabokra szaggatták. Szeptember 8-án Lódz városa náci megszállás alatt volt. Mindenfaji törvényt azonnal alkalmaztak rajtunk. Amint a német sereg bevonult, megkezdődött a terror. Az embereket rögtön letartóztatták, tanárokat, szakszervezeti vezetőket, bárkit. Azon a napon, mikor Sztálin megtudta, hogy a fegyverszünet Japánnal szeptember 16-án lezárult, elrendelte a kelet-lengyelországi inváziót. Lengyelország megsemmisülése Sztálin szerint azt jelentené, hogy egyel kevesebb burzsoá fasiszta állammal kell megküzdenie, és a titkos szovjet-náci meg nem támadási egyezménynek megfelelően csapatai keletről támadtak.
Szeptember 17-én Lengyelország két frontos háborút vívott. 65 ezer lengyel katona vesztette életét a harcokban. 420 ezeren kerültek német és 240 ezeren szovjet hadifogságba. Németország elfoglalta a nyugatot és ellenőrzése alá vonta a déli részt, az úgynevezett államháztartást. A keleti rész, az ország több mint 50%-a és a lakosság több mint 35%-a szovjet ellenőrzés alá került. Ez képessé tette Sztálint, hogy az esetlegesen ellene fellépő lengyel hadsereg újraszerveződését megakadályozza. Elrendelte 60 ezer lengyel katona és családjuk deportálását Kazahsztánba, és 21.892 lengyel katonatiszt meggyilkolását 5 erdős területen, melyek közül a legismertebb Katyny. My father was caught by Russians. Apámat elfogták az oroszok, és eljöttek a táborunkba Kijev mellett. Mindenkinek azt mondták, hogy az Egyesült Államokba viszik, de ez hazugság volt. Mindenkit Katyinba vittek, és mindenkit lelőttek. 22 ezer embert. Vasilij Blokhin, Sztálin kedvenc hóhérja, bőrhentes kötényt viselt munkája közben. Nevéhez több halálesetet sorolnak, mint bárki máséhoz a történelemben. Blokhin 7000 lengyel tisztet lőtt tarkón saját kezüleg. Német pisztolyt használt, ami a ballisztikus bizonyítékok szempontjából volt fontos, hogy a németek tűnjenek bűnösnek. Az oroszok mindezt 1989-ig nem ismerték be. Más igazságok is rejtve maradtak. Lengyelország kapitulációját követően megkezdődött a tipikus megszállott országokban fenntartott német politika. Schrecklichkeit, azaz szörnyűség. Két nappal az utolsó lengyel egység kapitulálása után Hitler kinevezte Heinrich Himmlert a német nemzet és konszolidáció birodalmi biztosává. Gyakran a német faj védelmének biztosaként említik, de ott valójában senki sem volt a német fajhoz tartozó. A németek egy nyelvcsoport, nem egy faj. Tudományos megkülönböztetés, amely a náci rasszista ideológia terjedését támogatta. Lengyelország esetében az öt ördögi hetet, öt elnyomással teli év és német megszállás követte, majd 44 év szovjet hatalom. Váratlan események egy olyan országban, amelynek szuverenitásáért Anglia és Franciaország hadba lépett. A háborúban Lengyelország népessége 17%-át vesztette el, Európa legnagyobb zsidó népességeként. Három millió 474 ezer zsidó élt Lengyelországban 1939-ben, de mindössze 350 ezer élte túl a háborút. A megszállás Hitler politikai és katonai játszmája volt. Serege legnagyobb részét támadásba küldte. Mindössze 23 hadosztályt és egyetlen egy tankot sem hagyott nyugaton, hogy szembenézzenek az angolokkal és a franciákkal. Ha azok támadtak volna, gyenge védekezéssel találták volna szemben magukat. Ennek ellenére nem támadtak. A kapituláció után a lengyel csapatok, akiknek sikerült elmenekülniük, a szövetségesek mellett harcoltak elveszett hazájukért. 1939. szeptember 1-től a háború utolsó napjáig harcoltak, bár száműzetésben. A valaha volt egyik legnagyobb sereggel néztek szembe, a Wehrmachttal. Németországhoz hasonlóan a japán császárság is meg volt győződve arról, hogy a túléléshez növelnie kell területét, életteret kell találnia, erőforrásokat és élelmiszert. De hol?
Akik északra indultak, kiszorultak Zsukov csapása miatt Kalkin-golnál a mongol határon. Ez a visszaesés megerősítette a déli feleket. Délen volt Hollandia Kelet-Indiája, a franciák Indokínája, Brit-Malajzia, Burma és India. Még mielőtt ezeket célba vették volna, szeptember 13-án, kevesebb mint két héttel Hitler lengyel megszállása után, és mielőtt a Vörös Hadsereg belépett volna az országba, 120 ezer japán hat hadosztályban egyre mélyebben nyomult Kínába, és megtörtént az, amire a japánok kínai incidensként hivatkoznak. Délre Changsha felé indultak. A japánok először visszakoztak, de 1939. szeptember 19-én újra támadást indítottak, ezúttal mérges gázzal. Október 6-ára az ellentámadások vérbefojtották a japán erőket, amelyek így visszavonultak. A világ hadban állt, de kevesen tekintettek a keleti és nyugati konfliktusokra egy háborúként. Három nappal az utolsó lengyel kapituláció után, október 9-én a Führer újabb lépésre készült. Támadást intézett a nyugat ellen. Olyan támadást, amivel Franciaország és szövetségesei kiesnek a háborúból. Bár Hitler harcvonala keletre volt, kész volt elmozdítani, hogy semlegesítse a mögötte álló veszélyt. A Sárga terv kódnevű támadás konkrét célja volt, hogy biztosítsa a területet az Anglia ellen folytatott légi és tengeri háborúban. A Sárga terv a fő vonalak mentén indított támadást szorgalmazta, amit a németek már az első világháborúban is megpróbáltak, de mint láthattuk, furcsa körülmények hatására a Sárga tervet nem lehetett bevetni. Ezt váltotta fel egy sokkal merészebb terv, a Blitzkrieg. Mindez egyelőre váratott magára. Valószínűtlen nyugodtság telepedett Európára. Egy amerikai szenátor nevezte így furcsa háború. A britek unalmas háborúnak, a franciák la drôle de guerre-nek, szintén furcsa háborúnak, a németek pedig Blitzkriegnek, ülőháborúnak hívták. A szövetségesek közötti morál egyre romlott, a hangulat bizonytalanná vált, a tél pedig egyre hidegebb lett. Lengyelország bukása után a szovjet szándékok nem voltak egyértelműek. Egy októberi híradás során hangzottak el Winston Churchill azóta híressé vált mondatai. Nem tudom megjósolni, mire készül Oroszország. Ez egy rejtélybe csomagolt rejtély, belül egy rejtéllyel. A rejtély egy hónap múlva megoldódott. Sztálin a Vörös Hadsereg erejével maga mögött folytatta a szovjet birodalom kiépítését, ezúttal Finnország megtámadásával. Ezt azóta téli háborúként ismerjük. Oroszország indoka a Finnország elleni harcra Leningrád védelme volt. Azzal érvelve, hogy a jelenlegi határok nem életképesek, területet követeltek Finnországtól. Mivel Leningrád nem mozgatható, Sztálin azt mondta a finn követeknek, kijjebb kell tolni a határt. A finnek nem akarták feladni a területet, így Sztálin megtámadta őket. A Vörös Hadsereg élőerőben sokszorosa, légijárműben 30-szorosa, tankokban 100-szorosa volt a finnekének, de a tiszteknek semmi tapasztalatuk nem volt. Nem volt olyan vezetőjük, mint a finneknél Carl Gustav Mannerheim, aki akkor született, amikor a finn nagyhercegség a cári orosz birodalom része volt. Mannerheim a cári orosz sereg generálisaként szolgált. A szovjet megszállás 1939. november 30-án kezdődött, bombatámadással a finn fővárosban, Helsinkiben.
Egy hónappal később a Népszövetség illegálisnak nyilvánította az inváziót és kiutasította a Szovjetuniót. Ez volt szinte az utolsó tette a szervezetnek, amelynek jó munkájának emlékét elhomályosítják a diktátorok megfékezésére tett hiába való eredménytelen próbálkozások. Vörös gépek a finn főváros felett. A totális háború keltette rettegés Helsinki ártatlan lakosai körében. Miután a Szovjetunió megindította a légi támadást Helsinki ellen, szárazföldi offenzívába kezdett. Az első hónapban a támadás sikertelennek tűnt. A finn harcosok felszerelkezve a tél ellen és ügyesen használva a sűrű finn erdőket, dacoltak a páncélosokkal és visszaverték a vörös hadsereget. A finnek feltaláltak egy egyszerű fegyvert ebben a konfliktusban. Egy üveg tele benzinnel, a cél felé hajítva. A szovjet külügyminiszter után Molotov koktélnak nevezték el. A számok puszta súlya miatt azonban a finn védelem túlterhelté vált, és 4 hónap múlva békét kértek. A téli háború a moszkvai békeszerződéssel ért véget 1940. március 14-én. Sztálin szovjet birodalma tovább bővült. Nem állt meg Kelet-Lengyelország megszerzésénél, most hatalmasat kanyarított Finnországból is. Bessarábia és Észak-Bukovina erőszakos megszállásával és a 3 balti állammal Sztálin akkorává növelte a vörös hadsereget, amilyen még nem volt a hadtörténetben. 479 tiszt volt vezérőrnagy. A sok tiszti kinevezésre Sztálinnak saját gyilkos politikája miatt volt szüksége. Paranoiáját az SD, a Sicherheitsdienst, a náci biztonsági szolgálat táplálta, és a kínvallatásból szerzett információk, miszerint katonai puccsot szerveznek ellene, arra késztette, hogy 1930-ban tisztogatást rendeljen el a vörös hadseregben. Összesen 36 ezer tiszt esett áldozatul Sztálin fasiszta trockista puccsról alkotott képzelgéseinek. Sokakat a gulágba küldtek és megöltek. Sztálin ezáltal több millió ember haláláért volt felelős, ahogy Adolf Hitler is. De a mészáros listát összehasonlítva emlékeznünk kell arra, hogy a hitleri Németország és a sztálini Szovjetunió gépezetek voltak. Szörnyetegek, mégpedig a gépezet szörnyetegei. Gépezetek, amelyek Finnország békekérelmekor szövetségesek voltak. Európa térképe átrendeződött. Az éles szeműek könnyen láthatták, hogy két ambiciózus új birodalom jelent meg, és érezhető volt az is, hogy a titáni összecsapás elkerülhetetlen. Mielőtt a harcok Európában folytatódtak volna, a háború egy távoli, valószínűtlen kontinens zavart meg. Haditengerészeti csata folyt Dél-Amerikában. Németország haditengerészeti programja a felszínre és a víz alatra is fókuszált, hogy megzavarják a hajózást és fenyegessék a kereskedelmi útvonalakat, amelyektől ellenfelei főleg az Egyesült Királyságban fügtek. A háború előtt Nagy-Britannia el volt kényeztetve, és élelmiszere 70%-át importálta. Így neki volt a világ legnagyobb kereskedelmi flottája. A világ kereskedelmi űrtartalmának közel 1/3 brit volt. 2500 hajóval játszottak az óceánokon akkoriban. Mint látni fogjuk, Hitler támadása erre a tengeri mentőövre súlyos következményekkel járt az angolokra nézve. A tengeralattjárók veszélyének halálos potenciája már a háború kezdetén kiderült. 1939. október 13-án éjszaka az U-47 áthatolt a Scarper Flow haditengerészeti támaszpont védvonalán és elsüllyesztette a Royal Oak brit csatahajót.
A királyi haditengerészet nem várt sokáig büszkesége helyreállításával. Összegyűjtötték erejüket, hogy elpusztítsanak egy hírhedt felszíni kalózhajót, az Admiral Graf Spét, amely több kereskedő hajót lőtt le az Indiai óceánon és az Atlanti óceán déli részén. Tengeri tüzérségi párbaj következett. A német hajón kiváló fegyverek voltak, de nem volt elég ember, és túljártak az eszükön. Olyan sérülést szenvedett, hogy kénytelen volt visszatérni a menedéket nyújtó kikötőbe, Uruguay fővárosába, Montevideóba, hogy helyreállítsák. Míg Montevideóban ragadtak, a németeket hamis brit rádió üzenetekkel megtévesztették, miszerint hatalmas haditengerészeti erő gyűlt össze ellenük. Erre való tekintettel a Graf Spee parancsnoka, Hans Langsdorff kapitány elrendelte a hajó elsüllyesztését. A legénységet kiküldték, a cirkáló pedig megsemmisült. December 19-én Langsdorff öngyilkos lett. 1940. februárjában, aki mer az nyer alapon, egy csapat brit tengerészgyalogos megrohamozta a német ellátóhajót, az Altmarkot a norvég vizeken. Az Altmarkot beszorították Németországba, a kereskedelmi tengerészek elfoglalták a Graf Spét. Egy bejelentés során azt mondták, a tengerészeti rövidkardot utoljára használták tengeri hadviselésre, a foglyok pedig megmenekültek. április 4-én a brit miniszterelnök Neville Chamberlain a konzervatív párthoz intézte szavait. Azt mondta, jogos volt arra számítani a háború kitörésekor, hogy a németek támadnak. Nem különös azonban, kérdezte közönségét, hogy ilyen kísérlet nem történt. Bármi legyen is az ok, egy biztos, ezt a buszt már lekéste. Az emberek éjjenzésben törtek ki. Egy héten belül Chamberlaint menesztették, mert kiderült, Hitler nem éppen busszal jön. 1940. április 9-én, 5 nappal Chamberlain beszéde után Németország lerohant a Norvégiát és Dániát. Keveset beszélnek erről az akcióról, pedig óriási hatással volt mindenre, ami ezt követte. Tekintve, hogy a német erők a háború hátralévő részére itt lekötötté váltak, és messze menő hatással volt a német haditengerészeti kompetenciára és taktikára is, és az Egyesült Királyság vezetésére is. Az északi sarkkör felett Észak-Svédországban volt a világ legnagyobb, kiváló minőségű vasércet termelő helye. Az acélművek Németország számára létfontosságúak voltak a lőszergyártás miatt. Németország a svéd bánya több mint 70%-át kitermelte. A Führer szüntelenül aggódott a vasérc ellátás miatt. Ezt ő és a britek is tudták, akik a svéd bányák 10%-át birtokolták. Mindkét fél tudta azt is, hogy a norvég partvidék feletti uralom ellenőrzést jelent a tengeri útvonalak fölött, amik egyrészt az ércet biztosították a német kohók számára, másrészt fjordjait és mély vizeit kihasználva a német tengeralattjárók közelebb kerülhettek a fő hajózási útvonalakhoz. Nagy-Britannia és Németország terveket kezdett szőni. Persze nem tudták, mi a másik terve, de szinte komikus módon teljesen egy időben mozogtak. Április 9-én Hitler parancsot adott Norvégia és Dánia megszállására. Dániában a németek kevés ellenállásba ütköztek. Dánia semleges volt, felkészületlen, és az első 12 órában elvesztette fővárosát a németekkel szemben. Norvégia is semleges volt, a német csapatok kombinált tengeri és légi erővel 6 landolást hajtottak végre Kristiansandból a messzi északon fekvő Narvikig. Április 10-én Dánia megadta magát a behatolóknak, és északabbra, Skandinávia tetején 6 brit romboló várta a német erőket Narvik mellett. Mindkét oldalon 2 hajó veszett oda. A következő napon, április 11-én az első brit katonai kontingens Norvégiába hajózott. 12-én a királyi haditengerészet visszatért Narvikba, ezúttal olyan következményekkel, amelyek hosszú távon pusztító hatással bírtak a német tengerészetre, a Kriegsmarinéra.
A brit rombolók a Warspike csatahajó segítségével 7 német rombolót süllyesztettek el, ami a német rombolóerő felét tette ki. Ez végzetes csapást mért a haditengerészetre, amely így nem tudott újabb támadásba kezdeni. Ez az esemény tette lehetővé, hogy légi támadás induljon a csatorna felett, és elkerülhetetlenné tette az angliai csatát. Április 15-e és 18-a között a brit csapatok partra szálltak, és szembe kerültek a németekkel Harstadnál, Namsosnál és Ondalsnesnél. Kevesebb mint 10 napon belül megindultak az első evakuálások, júniusban pedig az összes brit katona visszavonult. Nem kellett volna így történnie. Trondheimban például 6-szoros túlerőben voltak a németekkel szemben, de a rosszul felszerelt brit csapatokat nem irányították. Nem úgy, mint a német katonákat, akik jól képzettek és jól felszereltek voltak. Május 2-án véget értek a harcok Dél-Norvégiában. A németek győzedelmeskedtek a britek felett. Észak-Norvégiában Narvik május 28-án esett el. Bár a német helyőrségnek sikerült megmenekülnie vonattal Svédországba, május 28-ára a Norvégiában történtek csekélységnek számítottak. Franciaországba május 10-én törtek be, és a helyzet reménytelenre fordult. Az új brit miniszterelnök Winston Churchill nem engedhette meg magának, hogy a norvég helyzet rosszabbodjon. Hazahívta a brit erőket, ahol a legnagyobb volt a fenyegetés. Haakon királytól és kormányától elvették a haditengerészetet, és kollaboráns norvég kormányt hoztak létre, Vidkun Quisling irányításával, akinek neve az angol nyelvben az árulóval egyenértékű. Quislinget bűnösnek találták árulás büntettében, és 1945-ben kivégezték. Hitler meg volt győződve arról, hogy a háború hátralévő részében a szövetségesek újra próbálkoznak Norvégiában, ezért mindig legalább 12 hadosztály állomásozott ott. Sosem kerültek bevetésre, és máshol nagyobb hasznuk lett volna. További ár, amit Németország a győzelemért fizetett, hogy a szövetségesek rátehették kezüket a világ negyedik legnagyobb kereskedelmi flottájára. 4,6 millió tonna norvég hajórakomány került a brit flottához. Talán a legfontosabb következménye a norvég esetnek a brit miniszterelnök cseréje volt. Május 7-én, 5 nappal Dél-Norvégia megalázó elhagyása után az alsóház 2 napos vitába kezdett a háború kezeléséről. Híres szavak hangzottak el a parlamentben. Chamberlain saját pártjából Leo Emery kijelentette, már túl sokáig ültél itt, hogy bármi jót csinálhass. Indulás! Azt mondom, végeztünk veled. Az Isten nevében menj! Chamberlain látta, hogy támogatói bázisa összeomlott, így elhagyta a termet. Menj, menj, menj kántálással kísérve. Chamberlain Lord Halifaxot, a külügyminisztert ajánlotta saját helyére, de ő lemondott, és a poszt Winston Churchillre szállt. Halifax, mint látni fogjuk, másfajta háborút vezetett volna, így más nemzetek sorsáról döntött volna. Chamberlain lemondásának napján, amikor Churchillt kinevezte a király, Adolf Hitler megszállta Hollandiát és Belgiumot. A következő epizódban a Blitzkrieg lecsap Nyugat-Európára. Franciaország és Németalföld elesik, Nagy-Britannia serege pedig csodával határos módon megmenekül az ellenség karmai közül, és egyedül dacol a harmadik birodalommal.